Feri, és ez itt az én új csatornám, mert anyukám azt mondta, hogy én akármi lehetek, én sikeres leszek az életben. Szóval én most csináltam egy új csatornát, és minden nap az életről fogok filozófálni nektek, és olyan dolgokat osztok meg veletek, amiket még nem beszéltem senkinek, és meg szeretném osztani veletek a titkaim. De mielőtt elkezdjük a műsort, beszeretném mutatni nektek azt az embert, aki miatt ez a műsor létrejött, és ő az én anyukám. Anyu, sziasztok gyerekek, ez itt az én kis fiacskám. Kérlek, nézzétek a műsorát, mert egy nagyon tehetséges, okos fiú. Köszönöm, anyu, köszönj el a nézőktől. Én pedig csinálom tovább a műsoromat, rendben. Persze! Sziasztok! Ő volt az én anyukám. És akkor most lássuk ezt a műsort, ami most jön. És akkor remélem, hogy ti is élvezni fogjátok. És majd várom a megjegyzéseteket tőletek. És van egy ilyen üzletünk az anyukámmal, itt látsátok a címet, és oda majd küldhettek valami megrendelő dolgot, és akkor kaptok valamilyen megrendelésfélit, és akkor anyukámnak lesz pénze alkoholra, és arra, hogy sörös üvegekkel dobáljon fejbe. Sziasztok! Sziasztok! Ma a modern világ gondjairól szeretnénk veletek beszélni. Az egyre súlyosbodó problémákról, amik eleinte nagyon kicsinek tűntek, de mára már szinte észre sem vesszük, és tönkretehetik lelki állapotunkat. Elsősorban legnagyobb problémánk legyen, amit ma mondani szeretnék, a mobile telefonunk. Ugye sokunknak nincs olyan szerencséje, hogy jó mobiltelefonja legyen, érintő kijelzős. Sokaknak bizony nagyon lassú, csak egy gigaramos telefonra futja. Ezért arra kérnék mindenkit most így ösztönözni, hogy közeleg a karácsony, kérnék mindenkit, hogy adakozzunk. Lehet, hogy vannak emberek, akiknek fontosabb lenne, mivel sokan csak 48 incses tévével rendelkeznek, de a 48 incses tévéből könnyen lehet kiigazodni a teletexten. Ezért az 55 incses tévé nem olyan fontos, mint az, hogy 10 éves gyermekek az iPhone-ról tudják hallgatni a Mr. Bastát, vagy pedig a Nicki Minajt. Anyukám szerint, ha 10 éves koromban ilyen elterjedt volna a mobiltelefon, akkor én biztosan kaptam volna egyet, én is olyan almásat. De nem kaphattam, mert apukám korán meghalt. Biztos, mert sokat birkóztunk. Anyukám szerint ez volt a büntetése onnan fentről, mert apukámmal sokszor birkóztunk, és mindig, amikor
zuhanyoztam, akkor jött rá a birkozhatnék. És egyszer, amikor bejött hozzám, a kádba pont elcsúszott a szappanon. A fejét nagyon bebaszta, de én láthassátok, sikeresen túltettem magam ezen, még azon is, hogy az anyukám esténként cikicsikkeket hajtott el rajtam, és hogy a testvérem az én kis fiam. És most itt vagyok. Itt szemtől szembe megkérnék mindenkit. Itt a világhálón, a mai világ legfontosabb kommunikációs áramlatának csatornáján, hogy higgyetek magatokba. Ha egy olyan ember, mint én erre képes, akkor ti is képesek vagytok. Köszönöm a figyelmeteket. Közelebb akkor jelentkezünk, amikor már lehullott a pályhes hó, és meghozták nekünk az ajándékot. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Újra jelentkezem innen egyenesen a mágikus szobából. Csinkák istene! Akkor szólalt meg hozzám, amikor gyúrás közben egy 10 kilós súly fejbe baszott. Nem kéri, hogy beszéljünk hozzá, hogy imádkozzunk. Azt kéri, hogy naponta legalább 10 percen keresztül pózoljunk különböző pózokban, amin megmutassuk testizmainkat, valamint amivel előzzük a fölösleges gonosz energiánkat testünkbe. Első ilyen póz valahogy így van. Aztán lehet csinálni így is, meg így. Istenünk szerint a legjobb póz, amikor így csinálunk. Kérlek titeket, ez Istenünk mondta, hogy ez a vallás már nagyon elterjedt, hogy több millióan űzik már, de hogy engem tartott a legmegfelelőbbnek arra, hogy az ő szócsöve legyen. Azt is üzeni, hogy ha szeretnétek belépni az ő világába, akkor itt a lent megjelenő oldalon vásároljatok tőlem pólókat, ezzel is biztosítva a fitness terem bejutásotokat. Köszönjük! Sziasztok! Újra én vagyok, újra itt, és most szeretnék egy komoly dologról beszélni veletek. Ez pedig a fegyver. Miért veszélyes a fegyver? És anyukámhoz jár egy bácsi, ezt tőle vettem el, és most amint lássátok, nem tűnik veszélyesnek, de ha itt ezt meghúznám, és a közben itt lenne a fejemnél, akkor meg is ölhetném magam. No már most, ugye ti sem akarjátok, hogy én meghalljak, ezért most szépen ti választhattok, hogy kit lőjek le. Itt lent, lássátok ezt az oldalat, kattintsatok rá, és ott lesz két bácsi. Az egyik a szomszédunk, ő megérdemli, hogy meglőjem, azért, mert
Múltkor, amikor az ablakból leselkedtem, akkor ő is nézett, és akkor elővette a micsodáját, és mutogatta nekem az ablakba. A másik, az pedig a postás bácsi, az pedig azért érdemli meg, hogy meglőjem, mert múltkor, amikor bekopogott, átvettem a postáját, és megkért, hogy adjak neki egy pohár vizet. És én amíg a pohár vizet adtam neki, addigra azt vettem észre, hogy a anyukámnak a bugyéit szagolgassa. Úgyhogy ti rajtatok áll, hogy kihaljon meg. Na már most, ugye ezt az adást gondolom gyerekek is nézik, ezért őket azt szeretném őket figyelmeztetni, hogy a fegyver nagyon veszélyes, főleg amíg ilyen kicsik és tapasztalatlanok vattok. Nem szabad a fegyvert csak úgy viccnek venni. Szóval most arra kérnélek titeket, igen, téged is ott a képernyő mögött, hogy ne támogasd a bűnözőket azzal, hogy illegálisan vásárolsz fegyvert. A boltokban is egy kis csúszó pénzzel te is kaphatsz, és akkor te is megvédheted magad és környezetedet. Köszönöm a műsort, hálás vagyok, hogy néztetek. Jövő héten újfajta stílusban jelentkezünk, ahol már valószínűleg sztár vendégeim is lesznek, én pedig megmutatom, hogy tudok énekelni. Sziasztok! A kurva élet! Miért én csinálj magamból hülyét helyetted? Fegyver? Ki? Milyen idióta hiszi el, hogy igazi fegyver? Meg ez, milyen debil hord ilyen szemeget? Meg ez a haj, meg ez a kibaszott Hosentrogli? Komolyan? Olyanokról beszél, hogy csinka istenek léteznek, amit több mint 20 000-en lájkoltak. Egy kibaszott csinka isten? Fitt ez? Megváltás? Mi a fasz ez? Mit csinálunk? Nem csinálhassuk. Mondjuk meg, hogy nem igaz, szarra kerestük magunkat. És kész, lépjünk le, fejezzük be, ennyi! Sziasztok! Ti Ferinek is mentek, és most ez egy, végül is ez egy lezáró műsor lenne az én rövid blogger pályafutásomnak. El kell, hogy mondjam, hogy az én nevem nem Feri, szemüveget nem hordok. Láttad te az utóbbi videónknál? 100 000-en arra szavaztak, hogy öljek meg egy ember. 100 000-en. Tudod mi az? Nem befolyásolhassuk így az embereket. Tudod mit? Nem érdekel ez az egész lószar. Elején még poén volt, röhögtünk rajta, de most... Sajnálom. Vége. Sziasztok! Én nem hiszem el, hogy egy csinka istenről beszéltem neki. Fitness, a mennyország, megváltás, végtelen konditár meg, súlyzók, stb. Én... Hallod, ez a bankos megpróbálta, hogy megváltás.